az igazság, hogy Rákosi Mátyásról a magyar történelem egyik legelutasítottabb, bár mondjuk vannak még egy páron, személyéről, könnyű is beszélni nagyon, meg nehéz. Rengeteg legenda, rengeteg információ, valós információ is került róla. Hát a hallgatók kedvéért, akik esetleg fognak vizsgázni ebből, én most hangosan megismétlem, hogy ő 16 évet volt fegyházba. Ez eléggé torzította el az ő szemét, de én nagyon mindenkinek felhívom a figyelmet, hogy nem szabad elítélni egy ember csak azért, mert volt 16 évet fegyházba, mert például voltak olyan orosz forradalmárok, az úgynevezett narodnyik, népközé járó, terrorista forradalom, 25-26 évet voltak, és a csúcsot egy Oroszországban, cári Oroszországban, például egy Lukasinszki nevű lengyel forradalmár, lengyel nemzeti harcos vívta ki, 1826-ban került börtönbe, és 1858-ban még a cárnak fölvetették, hogy engedjék ki, 26 és 58. És azt mondja, hogy üljön még egy 10 évet. Tehát az az igazság, második Sándor a fölszabadító cár, a liberális ember, akiben Viktória királynő szerelmes volt, a jobbágy fölszabadító cár, azt mondja, üljön tovább, próbáljuk ki, hogy mit bír ki az ember. És ki bírta, már beszélni nem nagyon tudott, egereket idomított, meg mit tudom én, néha a családja megvesztegette a öröket, akkor beloptak egy-egy levelet, és kérem szépen kijött, és másnap vagy harmadnap szívroham elvitte. Sok ilyen dolog van, és sok történet. Vannak, akik sokat voltak börtönben, azok hát majdnem rámentek erre. Rákosinak ez a börtön büntetés, mintha konzerválta volna őt, és részben pedig egy érdekes dolog, részben pedig ő azt mondta, amikor dicsekedett már, amikor 52-ben, kitelepítések időszaka, szörnyű időszak, perek, minden volt itt már 52-ben, ő azt mondta Vorosilovnak, aki meglátogatta őt Budapesten hivatalosan, azt mondja, nézd Vorosilov elvtárs drága, én hibát követtem el, én ha az ideológiával foglalkozok, a marxizmussal, Lenin írásaival, átgondolom, kiegészítem, én nem akarok dicsekedni előtted, Vorosilov elvtárs, olyan lennék, mint majdnem, mint Lenin tanítómesterem és Sztálin, a másik tanítómester. Én meg a nyelvtanulásra mentem rá, tudod, Vorosilov elvtárs, én tudtam nagyon jól már fiatalon angolul, olaszul, törökül tanult, ehhez jött a német, meg a francia gimnáziumban, én ezeket a nyelveket tökéletesítettem, plusz volt egy műszerész barátom, aki a börtönben egy ismerősöm, szerkesztett, belopott alkatrészekből egy rádiót, és hallgattam a moszkvai rádiót is. Tökéletesítettem, ha én nem ezzel foglalkozok 16 évig, én most a Kelet-Európa egyetlen teoretikus vagyok. Már mondom, ezt én megtaláltam a följegyzést, Vorosilov szabályosan följelentett őt, befújt a Sztálinnál, és el tudom képzelni, hogy Sztálin miket mondott, ez a disznó Rákosi, hogy jön ahhoz, hogy egyáltalán. Sztálin egyébként zárójelbe, de mindjárt végig hallgatok kedvéért, végigmegyek a teszten, hogy legalábbis ők próbálják ezt megjegyezni. Sztálin azt egyszerűen, Sztálin, Rákosi nem lefizette, de pazar ajándékokat vitt Moszkvába Sztálin titkárának, Sztálin környezetének, testőrparancsnokának. Megsukták neki, hogy hol nyaral Sztálin, és ő úgy alakította a gyógykezelését, hogy lemegy oda. Hát mondjuk, ha Grúziában nyaralt Sztálin, akkor valahol a hegyekben, hát nem lehet Rákosinak azt mondani, hogy ne menjen Grúziába. Nem volt onnan kitiltva. Egyszer megtette, és Sztálin kénytelen volt fogadni, kétszer megtette. Harmadszor azt mondta Sztálin, ez biztos egy kém, hogy honnan tudja azt, hogy én vagyok minden. Meghívták, és úgy leitatták vodkával, hogy ő majdnem meghalt, de Rákosi érdekes módon ezt bírta. Megalázták, meggyalázták, lehányták, és mégis ő megtörölte az arcát, és másnap indult tovább. Rákosi délvidékről származik, és egy, hát azt mondják, hogy zsidó család, így stb. Ez egy nagyon asszimiláns család volt. Rákosi kakukktojás volt ebben a családban. Az apja, amikor március 15 volt, az egész környéken először kitette a magyar zászlót, és az apja gyűlölte Ferenc Józsefet. Az apjának a 48-as forradalma, ahol Rákosi egyik rokona részt vett, mint honvéd hadnagy, akkor már meg is változtatta a nevét, de a Rákosi család csak jóval később, az apja nem gondolta volna soha, hogy Rákosi nem csak egy embertelen ideológiát, egy embertelen rendszert szolgálja majd, hanem azért a magyar nemzet törekvéseit sárba tiporja. Érdekes, hogy ez nem családi hagyomány nála.
Menjünk tovább. Rákosit 48-as zászlókra, ez közismert, kicserélik. Ez egy kicserélési folyamat volt, mert abban az évben, 40-ben kicserélnek még Anna Paukert, a román kommunista párt vezetőjét, és Teivo Antikájent, a finn kommunista párt vezetőjét. Ezeket nem is cserélik ki, hanem Sztálin egyszerűen Helsinkihez, illetve Bukaresthez fordul, hogy tessék nekünk őket kiadni, mert börtönbüntetésüket töltik. Rákosinál egyébként könnyebben ment az egész a végén már, ő egy régi rab volt, elkezdett gondolkodni azon már a magyar elit, a szovjet követség stb. Kérésére, közvetítők kérésére, hogy hogy lehetne megszervezni, hogy kiveszik Rákosit. 48-ban, 49-ben a magyar forradalom és szabadságharc nagy erekéi voltak a zászlók. Ezek nem csak 48-as zászlók voltak, ez hiba, hanem ősi magyar történelmi zászlókat is, Budavárából kivitték Debrecenbe, aztán Aradra, és ezek a Paszkevics tábornok a intervenciós orosz hadsereg fogságba kerültek. Ezeket a zászlókat adták cserébe Rákosiért, úgymond, ez egy nagy diplomáciai lépés volt, a szovjeteknek majdnem nem került semmibe, Magyarország pedig bizony a náci Németország szövetségeseként, papíron Anglia és Franciaország ellenségeként föl tudott mutatni, milyen jó viszonyban van a sztálini Szovjetunióban. Ez nagy dolog volt. Ezeket a zászlókat, amik vitték Budapesten keresztül, mondjuk Horthy kormányzó és miniszterelnök Teleki nem voltak ott, de ott volt gyakorlatilag mindenki, aki számított, Hómand Bálint, Imrédi a kisfiát is kivitte, vannak a fotók, és az egész magyar tábornoki kar, az összes báró, pénzmágnás, ez egy nagyon nagy dolog volt, egy nemzet szabályosan baloldali, jobboldali emberek, de összép zártak. Nekem megvan, itt megtartom a Magyar Nemzeti Múzeumban a fotók, és nekem megvan viszont az egész levelezést, amit Moszkvában most megtaláltam. A szovjetek az utolsó pillanatban nem mertek Budapestre, sem Molotov külügyért, aki kormányfő volt, sem valamilyen híres hadvezért, Bugyonnit, Vorosilovot elküldeni. Nem merték, mert a szovjetek az utolsó pillanatban leálltak ezzel, hogy ne idegesítsék a románokat, a szlovákokat, akkor már volt önálló szlovák állam, és a jugoszlávokat, akkor még volt önálló állam Jugoszlávia, tehát a Kisantant már nem létezett lényegében, de hogy ne kötelezzék el annyira Magyarország mellett őket. Rákosit kicserélik, ő egy régi fogoly, ő neki felajánlotta a szegedi börtön parancsnoka, én el is megyek most kutatni Szegedre ebbe az ügyben is, felajánlotta, hogy mint régi foglyot őt valamelyik szegedi családhoz szombatonként kikísérik, és ott maradjon. Egy másfél napot ott ült, és érte megy az őr. Csak adja becsület szavát, vagy írjon egy papírt, hogy ő nem szökik meg. Rákosi ravasz volt, mint egy kígyó is, nagy gazember. Hát egy fogolynak, aki 15 és fél évet leül, hát nem egy nagy dolog kimenni hétvégén, elsétálni, bemenni a virágcukrászdába, akár az őrrel is. Nem. Hát, ha kikerül a Szovjetunióba, és hát, ha Sztálinék a fejére mossák ezt, hogy te mit kerestél itt? Micsoda fogoly voltál, hogy neked ilyen privilégium? De ő privilégizált fogoly volt, ő könyvtáros volt, és amikor kitört a háború, és megköttetett a Molotov-Ribbentrop paktum, a szegedi csillagbörtön egy másik fogja, úgy hívták, hogy Szálasi Ferenc, üzent neki egy nyilas olvasóval a könyvtárban, aki segített is egy kicsit, Rákosi szeretne vele találkozni, most már mi szövetségesek vagyunk. Rákosi megint megijedt, és nem mert Szálasival lejönni. Ő klasszifikálta, a szegedi csillagbörtön egy kicsit ilyen átjáróház volt. Ott egy csomó kommunista fogoly előfordult, Rákosinál nagyon számított, hogy ki rendelődik alá. Akik alárendelődtek, azok 45 után, mert ez egy legenda, hogy csak moszkoviták voltak itt uralmon, egy nagyon sok hazai embert, a Rákosi inkább sokszor a moszkvai emberekkel nem is volt jóban, nem is tette őket kulcspozícióba, egy nagyon szűk kört leszámítva, de higgyék el, hogy nem azért, mert ő akarta, hogy Farkas, Révai, Gerő legyenek, ő ezek mögött Moszkva állt. Rákosi szívesebben egy Vég Bélával, vagy egy Ács Lajossal, vagy mit tudom én, egy Hidas Istvánnal, teljesen no-name emberekkel, és ezek KB titkárok lettek, PB tagok is lettek, mert ezeket az embereket ő jobban tartotta kézben. Ezek haptákba vágták magukat, nem mind a moszkvai emigránsok. Egy Nagy Imre, egy Kerő Ernő, ők valakik voltak, és Moszkva mögöttük áll. Nem véletlen, hogy amikor Rákosira megharagudott már Sztálin, később pedig Béria, Molotov és Hruscsov, és gyakorlatilag majdnem teljesen leváltották őt, 53 nyara háttérbe szorították,
akkor is az emigráció körében merítették, mert Nagy Imrét nem mindegy hazai pártmunkás került a helyére. Holott kerülhetett volna hazai pártmunkás, mindegy. Tehát Rákosi régi fogoly volt, és egyszer beállított hozzá, és úgy segített neki, mert azt hiszem, hogy a fájt neki a térde, és úgy segítette kikísérni, és bemutatkozott Rákosi, hogy odafigyelt, úgy hívták az illetőt, hogy Csermanek János. Akkor figyelt föl Rákosi erre a Schneidig fiatalembere, akiről később, mindjárt idézem a levelet, hát nagyon rossz véleménnyel volt, bebörtönöztette, és a szovjeteknél jól is befújta. De akkor egyik kedvence lesz, ez megint egy olyan dolog, hogy oral history, de nem csak, és én azért megtudom a szabaimat általában írásos dokumentumokon, Rákosinak 43-ban vagy 44-ben kellett csinálni egy listát a Komintern és a szovjetek számára, hogy Magyarországon kik a használható káderek, akkor ő odaírta, hogy Csermanek János, akkor ő meg nem tudta, hogy ez Kádár János. Na most Rákosit kicserélik, ez egy részletes, Sztálin nem bízik meg betenni teljesen. Fölteszi Dimitrovnak, a kommunista világpárt vezetőjének a kérdést, ez kém vajon, vagy nem kém, beszervezték, nem szóval volt egy pártfegyelmi tárgyalása is. Azon kívül, hát az ember nem szívesen malackodik, de egy súlyos, úgy tűnik Dimitrov naplójában legalább egy súlyos, hát hogy mondjam, ez finomabban, hát nem egy szép betegséget is elhódszott, holott a börtönbe nőkkel ő impotens is lett, nem is érintkezhetett, hogy honnan szedett össze, hát valószínűleg nem tisztálkodott kellően, vagy valami volt. Mindenesetre Sztálin gúnyolódott rajta, és Sztálin döntötte el, hogy Rákosit nem szabad úgy fogadni, mint korábban a börtönből kijött nyugati, vagy bármilyen európai forradalmárokat. Megszabták, hogy hány ember menjen ki, kik köszöntsék, Moszkvai Pártbizottság szintjén, egyetlen szovjet pártvezető nem ment eléje. És még egy érdekes, eredetileg Rákosi Mátyást és Vas Zoltán cserélték ki a zászlókra, és vitték ki. Láttam is a papírt, oda van írva, hogy Matvej Josifovics Rákosi, írja Dimitrov, és Zoltán, mit tudom én, Ferencovics Weinberger, ez a Vas Zoltán. Rendben van. És már a vonaton megmondta a kísérő Vas Zoltánnak, öreg, kapsz lakást, feleséged vár, fiad vár, a Lux, a kommunisták szállodájának a réme, egy huligán lett, de elnézzük ezt neked. Minden lesz, ahogy van, de te nem vagy már valaki. Csak egy lehet valaki, a Rákosi. Ti ketten jöttetek ki, de te vonulj háttérbe. És egy-két napot még Vas Zoltán ott tetszelget, még a november 7-i ünnepségen, ott ült Rákosi jobbján, díszhelyen, és utána már ő második sorba. És nem is lett, hiába, ő messze tehetségesebb volt, mint Rákosi, kiváló gazdasági szervező. Minden rosszat lehet róla mondani, csak az nem, hogy ő nem segített Budapest lakosságának. Egyedülálló eset. Ő egy nepper volt, de egy ügyes nepper volt, és ő képes volt, hogy a krumplit kitolta vonattal egészen a nyugatiból, szétverve az izét, és ott osztogatta a parasztoknak, megmondván, hogy tessék osztogatni a lakosságnak ingyen, pontosan pár nappal a nagy budapesti önkormányzati választások előtt. Ez most nem akarok párhuzamot mondani, most voltak választások. Nehogy azt gondolják, hogy nekem itt allúzióim vannak, de ügyes volt Vas Zoltán. Minden szempontból, és Rákosi nagyon közel volt Vas Zoltán, ha Sztálin él, valószínűleg ő egy nagy, ilyen cionista pernek a fővádlottja, és biztos Rajk sorsára jut, de ügyes volt, és mindig kicselezte, Komlóra leküldték őt, a komlói építkezés élére, tehát őt végül is nem tartóztatta rá Rákosi soha. Akarta, de nem ment. Na most a Rákosinak mindig voltak barátai a kelet-európai térségben, őneki igazán az ideálja Sztálin mellett Tito volt. Tito fiatalabb volt nála, vagy egyidősek voltak talán most számolom, de Tito neki nagyon tetszett. Rákosinak kisebb rendőrségi érzése volt, hogy olyan vérfürdőt nem tudott Magyarországon csinálni, nem később, 45-ben, 46-ban, 47-ben, mint Tito megcsinálta. Óriási vérfürdő volt Jugoszláviában. Nálunk a mai napig is vannak legendák Jugoszláviáról, Titóról, nagyon pozitívan nyilatkoznak sokat. Kérem szépen Milovan Gyilas, Tito egyik legközelebbi munkatársa, 1945-ben dicsekedett Molotovnak Moszkvában. Mi nem voltunk olyan jók Molotov elvtárs, de azért 200 ezer embert kinyírtunk. 200 ezer embert. Nálunk, ha összeadjuk az összes népbírósági pert,
és hát ott azért voltak nyilasok is, meg stb. Ha mindent összeadunk Szőröstől, Bőröstől, hol volt kétszer? Két országban volt ilyen vérfürdő, akkor Bulgáriában és Jugoszláviában. Bulgáriában az egész elitet eleinte, és utána már könnyű volt ott Dimitrovnak hazatérni és uralkodni. Magyarországon akkor még kevésbé. Romániában meg átvette a Mihály király az egész tábornoki kart lényegében, amely hát eléggé náci barát volt. Tehát ott meg még később jött, ez az később aztán ott egy nagy vérfürdő volt. Rákosinak voltak szovjet, és Rákosi nagyon cinikusan megmondta Moszkvában 45 nyarán, hogy nekem folyik a nyálam, hogy Bulgáriában mi történik, ott minden régens tanács tagjait, a királyrokonait, mindenkit ki lehetett nyírni, nálunk pedig maximum egy államtitkárt tudtunk felakasztatni, mert az amerikaiak sem a szállósít, sem az egész oda kiment parlamentet, elitet nem adják nekünk ki egyenlőre. Hát aztán az amerikaiak átadták, mindegy. Na most neki voltak tanácsadója, a legfőbb tanácsadója nem szerette őt, egy Bélkin nevű tábornok. Ő nem élt Magyarországon, hanem Baden-Bei-Wienben volt, gyakorlatilag a magyar belügyet, a pereket, stb. Intézte. Nem csak Rákosival, de Kádár Jánossal együtt. Múlt foglalkozások egyikén én idéztem azt a levelet, aki nem volt itt, elmondom, hogy a szovjet tanácsadók a Rajkper alatt szabályosan befújták Sztálinnál Rákosit és Kádárt. Azt mondják, hogy ez a két ember, plusz néha Farkas Mihály, úgy beleszólnak a pertbe, szakszerűtlenül, stb. Veretik állandóan, Kádár is, Kádár, mint belügyminiszter, ember volt, hogy mondjam, elvetemült ember volt. Nálunk a mai napig, elnézést kérek, ez nem egy téma, nem egy divatos téma. De hát az ember gyarló, és ha talál ismeretlen érdekes forrásokat, ezeket ráadásul részét nem is én találtam, egy orosz történész közzétette, és hát szerencsétlen kikerült a belügyi levéltárból később, és azt mondta, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, amit én Rákosiról és Kádárról ott találtam még, a Rajkper egész anyaga ott van, belügyi tanácsok jelentései, mondtam neki is, fejből nem tudnád leírni, nem emlékszem, azt emlékszem, de mint történész, mit érek ezzel? Azt fogják mondani, én ezt hazudtam. Úgyhogy én nagyon szeretnék, mindjárt rátérek ezekre a levelekre, nagyon szeretném bizonyítani, alátámasztani, amit mondok. Két levél köré felépítettem az egészet. Ihatok egyet? Jó. Hát még el kell mondani, megint csak nem a bulvár kedvéért, hogy a szovjetek megszervezték, mielőtt Rákosi ment pár évvel, hogy Rákosinak legyen felesége. Ez nem rossz, ha van asszony a háznál, de ebbe politikum volt. Az az igazság, hogy ez egy sztálini Béria, stb. Molotovi gyakorlat volt. Ha valakinek nincs felesége, annak szerezni kell. Én volt a KGST, ugye még fiatalok azt se tudják, hogy KGST, de ugye még egy páron tudjuk, hogy mi a KGST. Na. KGST vezető egy Bajbakov nevű, talán még emlékszik valaki, egy tatár név, egy tatár munkás volt. Nekem nem mondom, hogy barátom volt, de én nagyon élveztem, amikor ő már 89 vagy 87 éves volt, nála járni részben a felesége, meg a harmadik, negyedik volt már, egy fiatal asszony, viszonylag nagyon jól főzött, és Moszkvában akkor nehéz idők voltak, részben hiánygazdaság, részben pedig ez a Bajbakov nem örült meg, ő egy egyszerű tatár munkás, akiből a KGST és a szovjet párt egyik vezetője lett, de borzasztóan egy párvenő, lentről jött ember volt, mert beválasztotta magát a moszkvai nemesi közgyűlésbe, és azok megszavazták neki egy grófi címet. És a nev, és egy nem tisztel grófi címet. És a nemesi közgyűlés vezetőjének ő egy Lada kocsit ajándékozott cserébe. Tehát megvesztegette. Elképesztő, akkor olyan érdekes volt ez a rendszerváltás. Egyszer erről tartanék előadást, majd össze. Ha a rektor úr engem nem tilt ki. Nem vagyok elég tudományos. Most az az igazság, hogy Bajbakov például neki 28 éves, miniszterhelyettes volt olajipari, és akkor Sztálin meg Kaganovics meg Béria azt mondták, hogy nem lehet, hogy ez a fiatal ember nőtlen, hát ha valamely kémnő vagy valamely prostituált a karmaiba kerül, és behívta Kaganovics a főnököt, Sztálin elvtárs arra kért, de ezt nekem mind elmondta, nekem ez megvan videón is, csináltam is egy filmet erről, vele nem erről csak, de ez egy nagyon fontos rész, nem viccelek, egy fontos rész,
Már a személyzeti osztály foglalkozik a feleséged dolgával. Komszomulista lesz, szép lesz viszonylag, vagy minden megbízható, munkás család. Szegény Bajbakovnak választani kellett, vagy kilép, és esetleg börtönbe kerül, de hát azt mondja, nekem nincs időm udvarolni. Hát nem kell udvarolni, itt van két színházi egy, itt van egy boríték pénzzel, Metropol szállóba asztal van foglalva, legdrágább kaját rendeld meg, mondja Karanovics, még neked nem is kell erre költeni, találkozzál a nővel. Képzeljék el, Rákosi visszatérek, ez pontosan ilyen történet, képzeljék el, elment, nem tetszett neki a nő, mert nagyon erős. Ő is egy erős egyéniség, hát ő egy lágyabbat akart. Azt mondja, hogy Karanovics, na még egy fogásod lesz, egy dobásod. És azt mondja Bajbakov az alájának, hát, hát ez akkor már az első feleséget, ezt mondom, én már a harmadikat is megszínje. Nézd, nekem nincs neked, te komszomulista vagy, nagyon szép vagy, láttalak egyszer a folyosón nálunk a minisztériumban. Legyél a feleségem. Nekem nincs időm udvarolni, engem köteleztek. Hát Bajbakov se volt egy piskóta, vagy ahogy mondják, matyóhímzés. Na és akkor a nő azt mondja, hogy igen, igen, de hát nekem igent kell válaszolni. És így. Én ezt részletezném tovább, de ez már mindegy. Rákosit behívják a személyzeti osztályra, a Kominternbe, hogy a te védelmedre, Rákosi elvtárs drága, alakult egy bizottság, ennek a bizottságnak egy titkára, egy nagyon szép nő, egy elvált asszony, gyereke van, jakut nő, de attól, hogy jakut, ő egy rendes nő. Mi úgy gondoljuk, hogy legyen a titkár nőd, ha megtetszik neked, két heted van, akkor mondjál igent vagy nemet. Pontosan ez a gazember Rákosi megértette, és a nő meg kedves volt nagyon. És hűséges is volt, úgy volt hűséges hozzá, hogy amikor Rákosi megbukott, és számüzetésbe volt, és tényleg van az a fénykép, amikor Tokmakba nekik nem volt rendes vízük, és a kútról kellett a vizet hordani, a nő akkor is simán elválhatott volna, megmaradt mellette, ki tudja. Lehet, hogy ez egy jó házasság volt, sőt, amikor Rákosit leváltják, és Moszkva nyomására ő kénytelen elhagyni nyáron Magyarországot 56-ban, a nő eljön Moszkvából, és az ő úgynevezett titkos archívumát, levelezését, stb. Mind elvitte Moszkvába. Olykor én is szemezgetek ezekből a levelekből, mert a Kádár visszakérte az archívumot, de nagyon-nagyon szörmentén válogat, ez most már rendszerváltás után ez kutatható. Magyar történészek sajnos nem jár, csomó magyar nyelvű levél is van, de mindegy. Tehát Rákosi Magyarországra került, neki itt, még egyszer azt mondom, ő nem szerette a moszkvai emigráció tagjait, csinált egy listát kényszerűségből Moszkva számára, ezt a listát megtaláltam, hogy ki hol dolgozik, akik Moszkvából jöttek. Hát összesen három főispán volt, meg a négyes fogat, Révai, Gerő, Farkas Mihály és Rákosi. Ez tényleg egy ilyen moszkvai uralom volt, ha úgy nézzük, de ő nagyon gyorsan a moszkvai pártfőiskolán, a komszomoliskán áthajtatott egy csomó embert. Ezeket a neveket a fiatalok nem, önök is hallottak ilyen, hogy Komócsin Zoltán, meg mit tudom én ki. Ezek akkor 52-es évfolyam, ezek akkor végeztek a pártfőiskolán Moszkvában. Rákosi állandóan kiállt hozzájuk, ő monopolizálta, ebben nagyon ügyes volt, Rákosi monopolizálta a Sztálinnal való kapcsolatot. Egy Gerő, aki be volt kötve a politikai rendőrségre, úgyis, ugye te olvastad azt a könyvet, ahol Gerő tevékenykedik Spanyolországban, azt is mondták, hogy ő vérfürdőt rendezett Katalániába. Ő egy szörnyeteg volt, de egy Gerő sose tudott volna Sztálinhoz bejutni. Sztálin utálta Rákosit, nem szerette, amikor Rákosi kiment, volt egy hierarchia, ő az első ember, number one. És őt azért illett fogadni, és néha Sztálin lapasszolta őt, vagy Molotovhoz, vagy stb. Némely ember nem szerette őt, Hruscsov nem szerette, Béria nem szerette. Na most Rákosi nem nyugodott itt Magyarországon. Ő állandóan izgett, mozgott, és egy csomó dolgot eleinte nem csak ő csinálta. Azt hiszik, hogy ő csinálta, nem védem őt. Egy Rajknak nem volt köze a vérfürdőhöz, a magyar közösség peréhez. Egy Pálfi tábornoknak nem volt között, Szent Iványi Domonkos memoáriai megjelentek. Pálfit beszervezte a szovjet katonai attasémát Debrecenbe. Ő szovjet hírszerző tiszt volt. Volt egy külön rádiója is otthon. Ebből marha nagy botrány volt. Eljöttek az AVH-sok letartóztatni a Pálfit,
akkor megtalálták a rádiót, és megtaláltak egy pár iratot. És Rákosi elkezdett tiltakozni Sztálinnal, nem azért, hogy beszervezték Pálfit, hanem az ő megkerülésével mérszem. Ő nem is tudott erről. Sztálin akkor hozott egy döntést. Hát írdatlan dühbe gerjedt, hogy miért buktunk rá, és az papíron ne bizonyos szint fölött ne szervezzenek be írásba senki, írásba. Na most az első döntés egyébként 46-ban volt, amikor Sztálin nem csak Magyarországon, de máshol is megtiltotta, hogy a szovjet követség hírszerző, elhárító, belügyes munkatársai ne vegzálják már a helyi pártvezetőket, mert azt mondta, hogy sokkal rosszabbul fog dolgozni egy politikai bizottsági tag, központi bizottsági titkár, ha egy hadnagy a szovjet követségre, aki tartó tisztje, behívja és elbeszélget vele. Mint tisztelettudóan, ha megkérdezik, így is elmond mindent, de ezt sose tartották be. Rákosi izgat mozgott Budapestet a kelet-európai blokk kommunista centrumával akarta tenni. Ez nem ment neki. Több oknál fogva őt nem szerették. Magyarország vesztes ország volt, mint papíron, Jugoszlávia vagy Csehszlovákia nem számított annak. Sőt, tagjai voltak a szövetséges ellenőrző bizottságnak. És Rákosi, aki Gorki városában meghalt számüzetésében és Farkasréti temetőben nyugszik, ez a Rákosi akkor a király volt itt Magyarországon, de a kommunisták körében csak itt kisgazda kormány volt 46-ban bőven. Hát a 45-ösre úgy elbukták a választást, bár én múltkor kifejtettem, hogy nekem szerintem ez megnyerték, mert az még gyengébb volt a kommunista párt. Ha nem kapják meg a nagy kölcsönt, ha nem nyitnak irodákat, ha nem kapnak egy kocsiparkot, és hogyha nem pénzeli őket Vorosilov marsal, még ennyit se tudtak volna bőven kapni, mert hogyha a lakosság nem fél a szovjet hadseregtől, plusz még egy csomó karrierista és kisnyilas nem megy be tömegével a kommunista pártba. Egyébként nem csak kisnyilasok. Jó polgári származású családokból írtak egy olyan levelet a magyar értelmiségnek, nem mondom, hogy a krémje, de jó része szociáldemokrata, kommunista és nemzeti parasztpárti irányba ment, nem a kisgazdapártba. És még a kommunista párt olyan ravasz volt, Rákosi is olyan volt, mint egy kígyó, hogy beküldték a többi pártokba az embereket, ezek úgy hívták, hogy kriptokommunisták, és nekem egy-két kriptokommunista, Tolnai Gábor professzor, vagy még Ottutai Gyula, akivel csak kétszer beszéltem, de röhögve elmondta, ezek elmondták pontosan, hogy ők hogy működtek. Hát Erdély Ferenc volt a belügyminiszter, a parasztpárti belügyminiszter. Hát Erdély Ferenc a kommunista pártnak volt a tagja. Van egy ilyen család, Vészi család, Sárközi, Mátya, stb. Például, mindegy, de ott a család egyik tagja, Sárközi Márta, már özvegy lett, nácik megölték a férjét, és Iés Gyulával együtt szerkesztette a választ. Írt egy olyan levelet Erdély Ferencnek, hogy te nem szégyeled magad. Te egy olyan tutyi-mutyi ember vagy. Hogy mentél oda a kommunistának? És azt mondja, és még a feleségedet, a Majlát Jolánt is képes vagy átadni Révai Józsefnek, mint ágyost, vagy valami ilyesmit írt. Ez így volt, féltek az emberek, és karrieristák voltak. Ez egy marha érdekes történet, erről egy külön előadás kell, mert az emberek általában gyarlók nagyon sokszor, de nem kötelező egy ilyen. Rákosinak nagy szerencséje volt. Ő ismerte akár a börtönből, akár fiatalon, ő ismerte az emberi sebezhetőségnek a ízét, és ő iszonyúan értett. Ő nem csak ütött, de ő mézes madzagot is. Hát hozzá, ha egy író elment, egy híresebb író, direkt nem mondok neveket, és azt mondja, hogy Rákos Eltás, szétbombázták a házamat, mondjuk 48-ban, 49-ben. Elvitték az unokaöcsémet a Szovjetunióba, hadifogó, hogy nem jött ki. Nem kapok semmilyen díjat. Azt mondják, hogy egy polgári író van. Rákosi vette a telefont, azt mondja, hát én erről nem tehetek. Pongrácz elvtárs? Tanácselnök vagy? Te egy gazember vagy. Itt ül nálam XY, azonnal neki a pasaréten, egy fél villát. De ha te egészet is utaljatok ki. Azonnal telefonált a könyvkiadóból, kérdezte. Illés Endre elvtárs, itt van nálam, miért nem adtátok ki? Ja, hogy Révai elvtárs szólt, hát Révai elvtárs az egy fiatal korában egy avantgard költő volt. Ilyeneket írt, hogy dögölj meg anyám, dögölj meg apám, dögölj meg első tanítom, egyébként Révai verse megjelent. És hát mondom, hát ki? Hát ez egy nagy realista magyar író, direkt nem mondom, hanem, hát ez úgy ment ki Rákosi. Lehet, hogy a többi kommunista gazember, de ez a Rákosi az egy nagyon jó ember. Kimegy, P.
Péter Gábor elvtárs, itt járt nálam, duplán nézzétek, ez most meg van sértődve, hát ha mond ilyen dolgokat, de most egyelőre nincs vele baj. Nehogy hozzányúljatok azért, most ki kell használni az ő népszerűs, ilyen ember volt Rákosi. Izgett, mozgott, és jöttek a politikai perek. A magyar pereket ő megcsinálta. Nagy Ferenc miniszterelnököt megzsarolta. A kisgazdapártot leszalámizta. Ez neki kevés volt. Ez neki kevés volt, neki Magyarország kevés volt. Ő a 20-as években a nemzetközi kommunista mozgalom másod-harmadrendű figurája volt, ez nagy hazugság, hogy Lenin tanítványa, meg barátja, járt Leninnél, az tény. Az az igazság, hogy ő azt, egy egész térségnek akart lenni valaki. És most már pontosan annyi idő van, mint ezt a két levelet elolvassam, és én két levelet, hogy mi a plusz Rákosiban, talán ezzel a kutatásaimmal ezt tudom, mert rektor úr részére ez megtiszteltetés, hogy én tegyek valamit hozzá. Én pont ezekkel a levelekkel, meg jelentésekkel tudom. Nekem az a véleményem, hogy Rákosi egyik legnagyobb baja, és a magyar nép szempontjából a legnagyobb tragédia, hogy ez az ember a véres dolog, ő nem úgy volt önmagában egy szadista. Nem volt eoipszó szadista. Ő nem volt egy vérengző úgy. Ő ezt úgy lett vérengző, és úgy lett szadista meg minden, hogy ő ismerte Sztálint, és úgy tudta, hogy Sztálin után a második a nemzetközi mozgalomban csak vérrel tudja elérni. És ő ezt csak a magyar nép megnyomorításával, csak a túlteljesítéssel, csak a kolhozrendszer átplantálásával Magyarországon, és ő úgy ugrált, és ő nem mindig Moszkvába örülnek, hogy ő túlugrált, például nem engedték meg, hogy ő csináljon itt egy kommunista centrumot. Rákosi befogadott ő, de ide mindenkit. Aki járt Belojánisz nevű faluba, nem tudom, járt-e valaki, az tudja, hogy ez egy görög, most már nem, de akkor egy görög falu volt teljesen. Aki a Belojánisz gyárat ismer, ott is nagyon sok görög volt, és 56-ban a magyar börtönökben, hát nem igen ültek görögök, hanem a börtönőrök, meg mit a verőlegények voltak sokban, a legfanatikusabb görög kommunistákat százával ide hozta, föl is ajánlotta az olasz kommunista pártnak, hogy ide hozzák a bebörtönzés elől elmenekült 300 olasz kommunistát, de azok elmentek végül Csehszlovákiában, Sztálin úgy döntött. Rákosi felajánlotta Vatikánnak, hogy Mindszenti Józsefért cserébe, pontosan Vatikán kezdett tárgyalni erről közvetve, kiengedi Mindszenti Józsefet, amennyiben egy csomó spanyol kommunistát Vatikán eléri, hogy Franco kiengedjen, görög kommunistát kiengedjenek, és a végén még olaszokat is akad. Amikor már 300 embernél vagy 500-nál tartott, akkor persze azt mondták a Vatikánban, pláne, hogy három országot mozgatni kezd, ez irreális. Volt a görög szabadság harca, hogy azt mondták, forradalom, mi másképp mondjuk, de én is, nekem sok görög barátom van, marha jobboldali emberek mind, de ezeknek a szülei, nagyszülei nagyon forradalmárok voltak, ahogy ők mondták, kommunisták. Volt ez a Marcos-féle hadsereg, volt ez a Zachariades-féle kommunista párt. Tito sokáig támogatta őket, és Sztálin fegyverrel, ők uralták egész Észak-Görögországot, Szaloniki kikötővel, egész azt a környéket. A végén már ők hegyekbe menekültek. Akkor jelentkezett Rákosi Mátyás, hogy ő megsegíti katonailag is a görögöket. Na ez a plusz. Puskin budapesti szovjet követ levele, minden kommentár nélkül felolvasom, sok mindent kiszűrnek belőle. Puskin budapesti szovjet követ levele Molotovnak 1948. április 10. Rákosi elvtárs arra kéri, adja már önnek az alábbi információt. De olyan a levél, mint egy krimi, és szó szerint igaz is, ami benne van, csak Rákosit minősíti. A magyar kommunista párt 3 hónappal ezelőtt elkezdte segíteni Marcos tábornokot, görög kommunistát. Havonta 250 ezer amerikai dollár értékben küldenek Marcosnak élelmet, lábbelit, textilt és más árukat. Ezt a segítséget olyan forrásból finanszírozták, Rákosi üzenete Moszkvának, amelyet a kommunisták társadalmi szervezeteken keresztül gyűjtenek össze a lakosság körében. Zárójában úgy gyűjtöttek, hogy mit tudom én, árvíz megsegítése Magyarországon, meg minden. Összegyűjtöttek egy csomó pénzt, meg kötelezővé is tették a gyárakba, és ez elment Görögországba, dollárba. Ezt a segítséget olyan forrásból finanszírozzák, igen, főleg azonban az állam kincstárból érkezik a pénz. Az állami költségvetésben ezek a kiadások el vannak mismásolva.
A történtekről a kommunista párt vezetőn kívül Dinyés miniszterelnök és Szakasics miniszterelnök helyettes tudnak. A görögöknek nyújtott segítséget a kommunista Farkas Mihály fogja össze. Márkusz tábornok egy hónappal ezelőtt megkérte a magyar elvtársakat, segítsék ki őt fegyverekkel, jelesül hegyi tüzérséggel. Ezzel kapcsolatban a magyarok tárgyalást folytatnak Ausztriában az ottani amerikai nepperekkel, akik azzal foglalkoznak, hogy kiárusítják a háború után megmaradt amerikai katonai tulajdont. Annak idején a magyarok ilyen úton kenőpénzért Ausztriában megvásároltak az amerikaiaktól Potomárén igen olcsón 550 mozdonyt. Az amerikai nepperek felajánlották a magyaroknak, hogy beszereznek számukra tankokat. Azt gondolták, hogy a magyar fél ezeket saját részre vásárolják. Nem tudták, hogy görög részre. 300 Sherman és Churchill típusú 1943-os évjáratú tankról van szó. Egy tankért az amerikaiak 1000 dollárt kérnek a nepperek. Vas hulladékként adják el a tankokat, üzeni Rákos Ertes. Hogy becsapják az amerikai hatóságokat, a nepperek némely alkatrész nélkül árulják a gépeket. A tankokra felszerelt ágyuk és géppuskát závárzat nélkül vannak. A hiányzó alkatrészeket, valamint a závárzatokat külön adják el a magyaroknak, üzeni Molotov-elvtársnak Rákosi. Az amerikaiak hajlandók leszállítani a magyaroknak a tankokat, Fiumi kikötőn keresztül. A magyar fél megállapodott a jugoszlávokkal, hogy Fiumin keresztül Jugoszláviát érintve Görögországba jut a tankok egy része. Ám kiderült, hogy a görögöknek egyelőre nem kellenek a tankok. A jugoszlávok kérik a magyarokat, adják el nekik az összes tankot vételi áron. Magyarok beleegyeztek. De közben Sztálin összeveszett Titóval előző héten. Most jön a Bibi. Miután önök elküldték nekünk a bolsevik párt központi bizottságának levelét, Tito ellen, Rákosi elhatározta, hogy tudomására hozza ezt az akciótervet a szovjet kormánnyal. Eddig eltitkolta. Látják, hiába volt a szovjet hírszerzés, meg mit tudom én mi, Rákosi, Farkas, Gerő, Vas Zoltán, mások szovjet, ha úgy tetszik, ügynökök, egyik sem mondta el, mert ebben üzletet láttak. Ki lehet járni Bécsbe, tárgyalgatni dollárral, ezért megáll az ember esze. Na mindegy, nem szeretné elszalasztani az alkalmat, hogy szinte ingyen megszerezze az amerikaiaktól a tankokat. Ezek a tankok, jegyezte meg Rákosi, még jól jöhetnek nekünk. És ha nem a görögök, akkor esetleg az olaszok jól járnak velük. Hát nem azok az olaszok, az olasz partizánok. Sztálin akkor Észak-Olaszországban egy kommunista forradalmat csinált. Sztálin nem csak a kommunista párttal, de a Nenni-féle szocialista párttal is tárgyalt. Nenni járt háromszor Moszkvába. Nenni azt mondta, hogy, kirobbantjuk a forradalmat, átveszük a hatalmat, de A. Mi lesz az amerikai csapatokkal, ott állomásoznak Nápolyba, B. Honnan lesz szenünk például? Sztálin, amerikaiakkal ne törődjünk, ezek gyáva népség. Második világháborúban nem mi vagyunk, ők alul maradtak volna, a japánok is megverték őket. Kettő, mondta Sztálin, szenünk nekünk sincs felesleges, de a lengyelek majd leszállít, robbantsátok ki a forradalmat. Hát a Nenni a végén meg Tóliáti azt mondták, hogy ez nem megy, de ez más kérdés. És azt mondja, az olaszok is járnak őket. Jó. A tankok megvásárlásáról szóló tárgyalásokat a magyarok olyan nepperrel folytatják, akinek apja a Szövetséges Ellenőrző Bizottság amerikai képviselőnek, Clay tábornoknak a fia. Nevezett felesége magyar állampolgár. A nepper Magyarországon él, s nagyban spekulációval foglalkozik, kihasználandó az ausztriai és németországi amerikai hatóságokkal való kapcsolatát. Ez meg megint egy másik Rákosi. Ez is egy nepper. Ez is egy nepper, nem? Ez egy másik Rákosi, ez nem egy hithű kommunista, ez egy zsivány. Ez egy zsivány. Most nem nevessenek, ez egy zsivány. Tehát ő neki volt, és nem csak neki, a vezetésben volt egy ilyen vonala. Na most 1950, ez 40, megnézem, mikor keletkezett ez a levél, tehát valaki elnézést kérek, mindjárt meg kell keresem, ez a levél keletkezett, mondjuk, azt hiszem 48-at mondtam, mert 48, mert Dinyi is akkor miniszterelnök. Múlnak az idők, 1950, Rákosi már a magyar
párt mellett a magyar államvezető és rövid idejű miniszterelnök is, amíg a szovjetek nem váltják le, és ők kinevezték helyén a Nagy Imrét miniszterelnöknek. És egy szép dolog, behívják, nagyon jó volt, de behívják Moszkvába, őt is, Nagy Imrét, másokat is ott leváltják, és a Béria üvöltözik, hogy maga egy vérfürdőt rendezett, és azt mondják, hát maguk indítványozták, hát maguk is akarták, hol a papírrákosi, te egy provokátor vagy, nincs semmilyen papírod. Én fölvettem a tolmácsának, Bajkovnak, rosszul tudott magyarul, de ő tolmácsoltotta, ő is vezette a jegyzőkönyvet, fölvettem a beszélgetést, de két magyar jegyzőkönyv is született, a Rákosi küldöttség két tagja írt, Földvári és Szalai írtak jegyzőkönyveket, nagyjából tényleg Béria ezt mondta. Rákosi teljhatalmú úr, ha még van annyi idejük, én még ezt hosszú a levél, de nagyon jellegzetes. Zavorszky szovjet pártmunkás levele Grigoriánnak, a bolsevik pártközpont nemzetközi osztályának vezetőjéhez. 1950. március 9. Rákosi akkor már paranoiás. Ő mindenkivel összevész a szocialista nemzetközi mozgalomban. Ő mindenkit följelent. Följelenti az egész csehszlovák vezetést, és a szovjetek hisznek neki, a perek során mennek a perek, és Rákosi újabb és újabb dehonestáló jelentés küld Budapestről. Összevisz a nyugati pártvezetőkkel, mert neki az olaszokról, az osztrákokról is az a vélemény, azok kémek. Nem is beszélve a négy nyugat-német kommunistákról illegalitásban vannak. Ő mindenkit följelent Sztálinnál, ő előre halad, és mindenkit följelent Magyarországon. Ezt a levelet, ha valaki nekem azt elmondja a tartalmát, és nem én hozom ide el, azt nem is hiszem el, mondom, ez egy pletyka biztosan. Ez nem pletyka. Zavorszky a levél feladója, az a referens, aki Magyarországgal foglalkozik. Állandóan jár Budapesten, jegyzetel, nem szereti Rákosit, Rákosi gőgös, minél erősebb Rákosi, minél több embert letartóztat, és ez még nem a csúcs, annál gőgösebb Rákosi, és ő két szovjet nagykövetet, a harmadikat már nem tudta, kiszűrő volt, képes volt kipenderíteni Budapestről. Addig jelentgette őket Sztálinnal, amíg. De most olvasom a levelet. Zavorszky levele Grigoriánnak Moszkvába, Budapestről 1950. március 9. Budapesti tartózkodásom során háromszor megbeszéléseket folytattam Rákosi elvtárssal. Korábbi találkozásainkkal ellentétben Rákosi elvtársat ideges és felfokozott állapotban találtam. Magyarán ő egy paranoiás ember volt, aki olykor még a szovjet követtel is üvöltözött. Rákosi elvtárs kijelentette, hogy a politikai bizottságban gyakorlatilag egyedül maradt. Gerő és Farkas elvtársak gyakran betegeskednek. Az orvosok limitálják a munkanapjaikat. Révai elvtársnak az orvosok csupán napi 3 órát engedélyeznek dolgozni, hetente 2 szabadnapja van. Felmerült, hogy mentsük fel miniszteri beosztásából. Ezen kívül jelentette ki Rákosi elvtár, tisztában vagyok, hogy a szovjet elvtársak mennyire negatívan viszonyulnak Révaihoz. Kossa pénzügyminisztert, emlékeznek ilyen névre, Kossa István? Ki emlékszik? Ó, de sokan. Kossa pénzügyminisztert, a politikai bizottság tagját leváltották állásából magánéletbeli züllése okán, számos szeretője van országszerte, férfiakkal és nemi kapcsolatot folytat. Ezt üzeni Rákosi Moszkvában. Rákosi elvtár hozzáfűtte ehhez, gyanúja szerint Kossa külföldi körökkel is kapcsolatot tart föl. Kádár belügyminiszterben, aki tagja a politikai bizottságnak, Nógdácu, most mondtam, a Rajkpert együtt csinálta, és verette a Rajkot meg a többieket szomszédszobába ülő Rákosi és Kádár, nem vettek részt állítólag a verésnél, de onnan irányították, beszaladtak hozzájuk és kiszaladtak a verőlenyegények. Halkan mondom, nehogy valaki megírja, mondja, hogy nem akarok én. Nekem mondta a Posga Imre, hogy Miklós, ne mondjál neveket előadásaidban, mehetsz a bíróságra. Tudja, ki volt a verőbrigád egyik vezetője? Szintén fiatalok nem tudják. Nem bántom a fiatal, hál' Istennek, hogy nem tudják. Úgy hívták, hogy Ipper Pál. Emlékeznek erre? Ő volt a verőbrigád vezetője. Jó nagy darab marha volt. Akkorát ütött, értett a talpalástól. Egy liberális újságírónak ismertük. Liberális újság. A rendszerváltásnál Ausztráliában volt nagykövet. Így van? Jól mondom? Na. Van egy barátom Ausztráliából, hát ő már nem ott van, de ő azért tudja, hogy ez az Ipper Pál ott is alakított egy ilyen majdnem úgy antikommunista embert. Ő volt a verő brigád főnöke, AVH-s őrnagyi beosztásban. Mindegy. Kádár belügyminiszterben, aki tagja a politikai bizottságnak, Rákosi az utóbbi időben nem bízik. Elmondása szerint olyan kommunista illegális lapokat találtak,
zárójában sajnos ez igaz, 1932-es keltezésűeket, melyekben az áll, hogy Kádárt kizárták a pártból. Rákosi elvtárs szerint Kádárt állítólag gyávaságért és pánikkeltésért mozdítottak el. Halkan mondom, igaz. A szovjet követség tanácsosai viszont, Szmirnov és Garanyi elvtársak velem beszélgetve azt mondták, és ez már nem igaz, hogy Kádárt 32-ben provokátor voltáért zárták ki a kommunista pártból. Ezek mind érdekes dolgok. 1942-ben Rákosi elvtárs szerint egy olyan csoport élére került Kádár, mely szorgalmazta a Magyar Kommunista Párt likvidálását. Ez már nem igaz, de csináltak egy békepártot, és a Kádárnak ezt nagyon később próbálták a nyakába vanni. 1943-ban és 44 elején Kádár nem vett részt a pártmunkában, igaz? Távol tartotta magát a párttól, többszörös invitálás ellenére sem jelent meg a megbeszélt helyeken és a konspiratív lakásokon. Kádár aktív pártmunkája akkor kezdődött, amikor a szovjet hadsereg közeledett Magyarország határához. Rákosi elvtárs állítása szerint Kádár Rajk személyes barátja volt az illegalitásban, ugyanez folytatódott az ország felszabadulása után. Micsoda egy szemforgató Rákosi. Ők megölik Rajkot Kádárral együtt, és most jön a Dumával a szovjeteknek, hogy a Rajk barátja volt. Ez igaz, hogy barátja volt, hanem hát a izé is, a, mit mondott a Káin, hogy nem vagyok testvéremnek őrző az Ábelről. Hát ezek még testvérek is voltak, és micsoda dolog történt. Hát pontosan ez a Káin Ábeles, Rajk nem piskolta, Rajk nem matyóhímzés, de Rajkot a Kádár a legjobb barátja azért többek közt vegzáltatta és bántotta, és próbálta rábeszélni, hogy valljon. És amikor, hogy ő áruló, meg minden, és akkor, ha nem, akkor megtalpad. De ők beszéltek is Rajkkal, Farkas Mihály és Rajk. A Rákosi nem beszélt, de be volt kötve minden cső, stb. Magnó, be volt kötve a szomszéd szobákba, ült ott órákon át, és irányította a kihallgatásokat. Tehát megszűnt a kezdeményező képessége Kádár Jánosnak, érződik, hogy pszichésen sérült. Hát Rákosi is pszichésen sérült, lássa az a levél. Rákosi elvtárs azt megvitatta Kádárral. Az utóbbi megkérte Rákosi elvtársat, mentse fel őt belügyminiszteri tisztségéből, mivel képtelen elvégezni ezt a munkát, másrészt pedig rossz lett a viszonya Péter Gáborral, az állambiztonsági hivatali főnökkel. Apró Antal, azt is tudják ki? Apró Antal a politikai bizottság tagja, a Magyar Szaktanács főtitkára, Rákosi elvtárs állítása szerint külföldi ügynök. Hát ez egy, mondom, egy paranoiás ember levele. Szakas is 1931-től, amikor is az Építő Munkás Szövetség vezetője volt, provokátor szerepet töltött be. A rendőrség kellő dokumentumokat talált, melyek bizonyítják ezt a tényt. Hozzáfűzte mindezhez még Rákosi elvtárs, hogy igencsak megromlott a viszony, és most ilyen az igazi paranója, egyes népi demokratikus országokkal, különösen Csehszlovákiával. Amiatt, de nem azért, mert a magyarokat ott vegzálják, bántják, amiatt történik ez, hogy miközben felgöngyölítettük a nyomozás során egyes kémcsoportokat, sikerült lelepleznünk egyes csehszlovák párt és állami vezetőket. Rákosi elvtárs ismételten előhazudkodott azzal, hogy Noszek, Nogdacó, a levél megírásakor csehszlovák belügyminiszter, régi kommunista, Klementis, külügyminiszter, és mások egyértelműen kémek. Tehát a belügyminiszter, a csehszlovák, meg a külügy, és Rákosi azt mondta, hogy nagyon furcsa tette ehhez hozzá, hogy Gottwald Rása hederít erre. Az utóbbi időben jelentette ki Rákosi elvtárs, újabb anyagok kerültek elő nálunk, Noszek és Klementis kémtevékenységéről. Ezzel kapcsolatban Rákosi elvtárs a Csehszlovák Központi Bizottsághoz fordult, kérte küldjenek egy felelős munkatársat, hogy ő átvegye ezeket az anyagokat. Azonban megbízható pártmunkás helyett maga Noszek főhadnagyot küldött el, tehát a Noszek elleni besugás anyagát, a dokumentumok. Hogy tudnék én, mondta dühösen Rákosi elvtárs, átadni a Noszekkel kapcsolatos anyagokat neki magának. Rákosi vette a fáradtságot, felszállt a vonatra, korábban egy bíró Zoltán nevű testvérét szintén elküldte, elment Prágába, elküldte a testvérét, elküldte oda Farkas Mihályt. Bombázta a cseheket, hogy minél több embert, de a párt egyes jeles vezetőit és minisztereket és a spanyol polgárháborút megjárt veteránokat tartóztassák le. 64 emberről csinált Rákosi egy listát, és bombázta a csehszlovák pártvezetést. És amikor ez nem ment neki, akkor elkezdte Moszkvát bombázni, és Sztálin van, akire ugrott, van, akire nem ugrott. A lengyel elvtársakkal ugyancsak, folytatta Rákosi elvtárs, némileg kielőződött a viszonyunk.
Arról van szó, tette hozzá, hogy a letartóztatott nagyformátum amerikai kém Noel Field vallomásaiban kifejtette az amerikai hírszerzés ajánló leveleket, levelével rendelkezett Berma nevtárs számára. Ki az a Berma nevtárs? Berma nevtárs volt a lengyel párt második embere. A szovjetek legbizalmibb embere, Béria embere. Ez a Berman, akinek mondjuk volt egy hibája, neki volt egy testvére, a Varsói Hitközség vezetője, mint cionista, Sztálin nyomására került volna perekbe. De annyira szerette őt a lengyel pártvezetés, Béruttal az élén, és annyira megbíztak benne, hogy még Sztálinnak is sikerült leváltani ezt a Berman. És Rákosi megtudta ezt. Egy cionista pert csinálni benne nem megy. Igen, mondta, akkor majd én elmozdítom. Így akart bevágódni Sztálinnál. Azt mondja, ezt a tényt Rákosi elvtárs személyesen közölte Bérut elvtársal, elment Varsóba. Ám Berman elvtárs megtudta mindezt, és kikérte magának, ezt már én teszem hozzá. A román, most a leglényegesebb, ez nekünk nagyon érdekes most. Oral history mellé ez nagyon fontos. Alig van erről forrás, amiről most volt. A román elvtársakkal jelentette ki Rákosi elvtárs az utóbbi időben ugyancsak elromlott a jó viszony. Tehát összeveszett lengyelekkel, csehszlovákiakkal, nyugati kommunistákkal. Észrevettem, és ez most nagyon fontos, figyeljenek jól ide, hogy mióta, mondta Rákosi elvtárs, mégpedig attól a pillanattól, amióta a szovjet felső régiók tanácsára, Kreml, tárgyalásokat folytattunk román elvtársakkal a leendő Magyar-Román Föderációról, nem viccelek, én megnéztem a szakirodalmat, én semmi részletet egyen, lehet, hogy én rossz szakember vagyok. Én erről nem találtam, és most van nekem két, a Bábesbolyén két kitűnő történész román kollégám, akarok nekik írni, az egyik tud magyarul, másik tud angolul. Folytat, még egyszer. Mégpedig attól a pillanatról romlott el a viszony, tehát a románok akkor rágtak be, és Rákosira berágtak, amikor a szovjet felső régiók tanácsára, ez egy célzás, tehát Sztálin tanácsára, Kreml tanácsára, tárgyalásokat folytattunk román elvtársakkal a leendő Magyar-Román Föderációról. A szovjetek nagyon rövid ideig, oral historián, ezt hallottam, Vazsoldántól kezdve, nem tudom hány, a Száva Dagulovig, aki a román referens volt a szovjet pártközpontból, és Sztálin bizalmas a Romániából. Sztálinnak az volt egy laza föderáció, ezt az erdélyi kérdést csak úgy lehet elrendezni, mondta Sztálin, nem is bután, hogy lesz egy laza föderáció, Rákosi először tiltakozott, mert azt gondolja, hogy egy nagy Románia és egy kis Magyarország gazdaságilag ebben a föderációban egy alárendelt szerep volt, de Sztálin ravasz volt, azt mondta, hogy Erdélyben úgyis lesznek bajok, románok nagyon durvák, ott megszálló szovjet csapat, Sztálin mindent tudott, hogy mi volt ott. Hát a székely autonómiából furcsa módon ő is közre működött, az alkotmányba tegyék be a románok a lenini nemzetiségi politikát, minden. Nem ment bele a részletekbe. És a Rákos a végén Dézsel, meg ezekkel Anna Pauker elkezdett tárgyalni. Két tárgyalás volt, de ez oral hisztori. Írásban csak ez az egy van. A illetékes szovjet közeg tanácsára, Rákos körülírja, még nem meri mondani azt, hogy Sztálin vagy. Az illetékes szovjet közeg tanácsára, jelentette ki Rákosi elvtárs, idén, 1900, ja igen, Sztálin azt mondta, jó, oké, nem lesz föderáció, de sorra menjetek. Vámunió, nem legyen vám a két ország között. Szabad utazás, hallom, hogy erdélyi magyarok nem mehetnek föl Magyarországra, mondja Dézsnek, meg Rákosinak. Ezek elmentek többen Sztálinhoz panaszkodni, összehívta a Sztálin a pártvezetőket, a lengyelek fújtak a csehekre, a csehszlovákokra, a csehszlovákok a magyarokra, a magyarok csehszlovákokra, a magyarok a románokra, a románok a bulgárokra. Sztálin összehívta, de végül is nem döntött semmit, mindenki elmondta a sírámát 51-ben, és akkor azt mondta, Sztálin fölemelte a rozé borát, kedvenc grósz borát, Budapesten kapható, az Ararat boltban, ugyanez a bor, csak már ez löty, de néha jó is, tudni kell, és akkor azt mondta Sztálin, ilyen a proletár nemzetközösség, és elengedte őket. Tehát nem döntött el. Például a lengyelek azt mondták, hogy miért van Benes kezébe, miért, vagyis már Gotvad a Tessin vidéke, Szepesség egy része is. Magyarok mondták, hogy színmagyar területek, Bodrog köz, Csalló köz, miért vannak Csehszlovákiában, hát ott azért nem lehet, ami ott folyik. Tehát a magyarok mondták, hogy Erdélyben. A románok azt mondták, hogy Bulgáriában mennyi román van határmenti falva, ki kéne igazítani a határt. Mindenki jött sírámokkal. Sztálin azt mondta, hogy apró lépések. Ilyen apró lépés volt például a közös vasút. Pláne Jugoszláviával készülnek háborúra, átvenni a két ország, átveszi a vasutat.
Sztálin azt mondta, hogy legyen vám közös, és utána már a hadsereg is közös, és utána már lehet csinálni föderációt. A románok úgy menekültek ettől, mint ördög a tömérfüsttől. Az illetékes szovjet közeg tanácsára jelentette ki Rákosi elvtárs, idén 1950. januárjában javaslattal éltem a román elvtársak felé, kössünk katonai szerződést a vasúti közlekedéssel kapcsolatban. Miért kell katonai szerződést a vasúti? Mert a vasút a háborús szituációban az a katonai dolog, mert a Szovjetunióból vasúton lehet Magyarországra, Románián keresztül, meg Ausztriába szállítani ezeket, nem csak a csapon keresztül, stb. És a románok ám a mai napig nem kaptam erre választ. Általában egy párt főtitkár ír a másiknak, egy héten belül illik válaszolni, mert ilyen nincs, mert ugyanez a nemzetközi geng, hogy a Keresztapa című filmet idézzem. Rektornak tetszik ez a film, nekem is tetszik, úgyhogy velem nem szabad beszélgetni, rektor úr. Rosszul jártál, ugye? Mi rosszat mondta Marlon Brando, Al Pacino? Hát szeretnék én úgy kinézni, mint a Marlon Brando lelkileg, mondjuk fizikailag nem szeretnék. Na most az az igazság, hogy azt is mondta Rákosi elvtárs, nálunk nincsenek kellően felkészítve káderek nagyobb kémcsoportok leleplezésére. Naponta, most nagyon érdekes, belelkesedtem, naponta munkanapom nagyobbik részét tette hozzá Rákosi, arra fordítom, hogy jó magam kontrollálom a nyomozást. Már szinte egy éve ezzel foglalkozunk. Gondoljunk csak a Mindszenty, Rajk, Fogeler és mások perére. Sokban én irányítottam. Ez egy bizonyíték. Beszélgetésünk során Rákosi elvtárs kéréssel fordult hozzám, értesítsem a bolsevik pártvezetés központi bizottságot arról, hogy elengedhetetlen létrehozni külön pénzügyi alapot, melyen segíteni lehetne a baráti kommunista pártokat, főleg az olasz és a franciát. Itt már nem fordítottam le, csak azért nem akartam elhozni az időt. Azt írta Rákosi, hogy állandóan tarhálja őt a nyugati kommunista pártok, jönnek a nyakára, ő egyedül nem győzi, Magyarország egy szegény ország, háború által elpusztított ország, a jelek szerint a déli hadsereg csoport is, akkor még nem déli központi volt, sokba került nekik, mert Rákosiéknak, tehát ezt gyönyörűen elvették, ne úgy azt gondolja, hogy a szovjetek fizették, és Rákosi, amikor Titótól félt, még egy hadosztályt kért Sztálindól, Sztálin nagy nehezen beleegyezett is. Ezt a hadosztályt Komló, Pécs és Szeged körül szabályosan beásadták a földbe, a tankokat is, ők várták, hogy Tito ott támad, Magyarországot, meg hát Csehszlovákiát gondolom, Lengyelországot, Magyarországon keresztül és a szovjet déli hadsereg, vagy középső hadsereg csoportot Zágrábon keresztül támadták volna Jugoszláviát, ha ők támadnak, és ők attól féltek, Belgráddal szemben, délvidéken át jönnek a szerbek, főleg hát szerbek, de jugoszlávok, és a magyarok, a szovjetek, hogy ott támadnak. Nagyon veszélyes volt a helyzet, nem véletlen, hogy nem Szeged volt a megyeszékhely, nem véletlen, hogy Hódmezővásárhely volt a megyeszékhely. Hölgyeim és uraim, elnézést, talán érdekes volt.